Szevasztok srácok, Zone vagyok! Szerda van, úgyhogy Tevembro, sőt Spoiler Express, egyenesen az amerikai szerverről. Néhány perc múlva kezdődik egyébként a reveal stream, úgyhogy arra majd mindjárt rá kell menni, de előbb ezt csináljuk meg. Nézzük meg, hogy mi a heti brawl, és utána pedig nézzük meg, hogy mi az az új lap, az az 51 nehány új lap, ami még érkezik a kiegészítőhöz, és előtte pedig... Azt hiszem, ezt tudom, igen, hát ez Valéra összelopkodott varázslatokkal teli táskája. Ugye, csodálatos brawl, és klasszikus pakkot kapunk, mert ugye az van, hogy a megjelenéskor fogunk kapni elvileg 3 pakkot a Boomsday Projectből, tehát most nem a brawlok adják a pakkokat, hanem önmagában a megjelenés, mint a megjelenés ténye fogja ezeket nekünk garantálni, ugye az ingyen legendáson kívül. Úgyhogy szerintem ez jó. Mert így legalább ugye mindenki megkapja a klasszik pakját is, az új pakokat már megkapjuk kvázi alanyi jogon, úgyhogy gyakorlatilag így nyertünk. Hát egy 120 dustot biztosan. Na. Ugye abból áll a dolog, hogy Valéra elvileg mindenféle más kosztoktól származó spellekkel fog játszani, mint például a Smuggler's Crate, a Power Overwhelming vagy a Forgotten Torch, hát a PO-t azt egyre nem tudom mire használni, a Torch-ot meg megtartom, mert a Torch az önmagában jó. Arra nem emlékszem, hogy hány manán kezdünk, de ha kezdünk simán egyen, igazából úgysem borzalmas a dolog, de egyen kezdünk, jó. Dark Whispers, hát ez csodálatos lesz. Oké, van-e jobban? Hát ugye cleave-elni nem tudunk, mert nincsenek lények, úgyhogy ezt nem ütjük el. Hát ha jön valami fegyvererősítés, vagy valami mondjuk egy random upgrade esetleg. Ja. Ugye nagy lényre van leszedésünk, és van egy burn spellünk. Szerintem ezt el tudjuk lőni amúgy arcra. Mert hogy mégis csak cycle, majd visszahúzzuk. Az mondjuk elég jó. Ez sem tudom csinálni. És hát a legfontosabbat igen elfelejtettem, hogy gyakorlatilag úgy működünk, hogy amennyi értékben játszunk ki spellt, olyan értékű random lényt kapunk. Ugye ez az egyik alapszabály ennek a brawlnak, és ez tök jó ilyen szempontból, mert hogy nagyon random. Nem jó egyébként, ez igazából borzalmas. Csak elég szép random faktora van ennek a játéknak, ennek a heti brawlnak, úgyhogy ezért nem szoktuk szeretni az ilyen brawlokat, de egyébként a constructedekkel is csak a baj. Curse of Rafam vicces lenne, de én azt mondom, hogy ezt csináljuk már meg. Ha ez high roll, az high roll. Remélem ezt ezért csak eltalálja. Nincs is dolgunk. Csak menjünk tovább. Mondjuk ez a mentő meg innét elmehetne már a háttérben, mert eléggé hangos. És tudom, hogy ti is halljátok, és nem csak engem zavar. Hát... Mondjuk low-roll-ol egyébként, mert én olyanokat kaptam, aminek volt hatása. Ennek is, most ezt lehexelem. Lesz... Ja, nem tudom lehexelni. Lesz nekem ennél jobb? Hát, mondjuk ennél csak jobbat tudtam kapni. Ugye az a rosszabb, hogy a Cursed-ot kijátsza, és kap ingyen kettőt. Jó, hát nyilván idegesítő, de hogy nem a világ legrosszabb dolga az. Wow. Szép swipe. Jó, nyilván le kell ütni a... Bár nem kell leütni a hiénát. Kettő-kettőként nem már senkinek. Fúj, menj onnan. Mit csinálsz? Wow. Azért ez... Háj. Azt mondja, hogy akkor hogy csináljuk? Oda swipe, oda... Nem, hát akkor ide swipe, oda tré... De nem. Aj, ez így nehéz. Megnézzük előbb a cleave-et, hogy mit csinál. Vagy azt mondjuk, hogy ide fixen swipe. Aha, de az nagyon overkill. Na mindegy, viszont két lényem kint lesz. És nem sérül.
Jó, ez két teljesen haszontalan lény igazából. De legalább egyiknek sincs negatív hatása. És Confuse-za egyébként ezek lehet, hogy még értékesebbek is lennének. Érdekes dolgot látok ezzel és a Confuse-zal. Gyakorlatilag szinte bármekkora boardot ki tudunk, nem bármekkorát, de hogy mennyivel? 3 minusz, vagy 2 minusz. Azt jelenti, hogy ha azt kijátszom 4-szer majd a 10. körben, akkor... Szép. Glittermast. Glittermast azt szerintem... Hát... Ezt most ugye nem tudom kijátszani, de ha megcsinálom ezt, egyből viccesebb a dolog. És lehetett volna fordított sorrendben is, ugye ezután, de... Körbejátszottuk a Harrison Jones-t, ami ugye nagyon sok lehet nála, mert ugye elvileg nem játszunk lényekkel. Mindig ez nem volt jó. Igazából ez akkor lesz jó, hogyha ezt még egyszer le akarom cserélni, vagy egyébként egy random 7 drop, meg 2 darab izé az jobb nekem. Hát, azt a fene se tudja. Wow. Ezt meg kell csinálni? Szerintem ezt meg kell csinálni, nem? Mert ezt nagy lényekre akarom ezt kasztásozni. Ó, ne! Ne! Nem jó. Nem jó ez sehogy. Wow! És még a Fair River se tudta eltalálni. Ez szomorú, amúgy. Mondjuk lehet nála heal. Hát... Priestben van legalább 4-5 féle heal. Ugye játszanak vágydos dolgok is, tehát ott lehet Flash Heal is, ugye van a Divine Hymn, a Circle of Healing. A Divine Hymn lenne most itt neki a legjobb. Wow. Hát csak a befejezők vannak. Visszadobott PO. A híres nevezetes. Mondjuk ezzel, hogyha el tudunk menni arcra, akkor elég jók vagyunk, nem? Ne már! De leszedi! Hát leszedi! Pedig ez mekkora kombó lenne? Ó, arcra! Gyere arcra! Azaz. Jó, hogyha ez 5 plusz 5 meg tauntot adok neki, azért a 13, az sajnos nincs meg. És ezzel... mennyire akarok Secure Play-t játszani? Az a baj, hogy szerintem vanná... Tehát nem véletlenül szélesíti a bordját. Húzzunk bele ebbe. Tehát ez fix. Wow. Ez 10. Ez még mindig off. Bár, de ezzel... nem tudom. Csináljuk meg ezt. Vagy azt mondjuk, hogy kettőbe? Hát mehetünk kettőt is, nem? Az még mennyire jó lett volna Leroy-jel. Így most van egy Divine Shield-es tauntunk, és tudja égetni a lapjainkat. Jó, ha van nála Savage Roar, Cold Bloodlust. Jó, Savage Combatant... hát... Ugye maradnia kellene lényemnek ahhoz, hogy a Branching Pass csináljon valamit. Igen, most kettő tudsz vele támadni. Ez a plusz kettő, tehát hármat. Simán figyelj, üzs vele ide, és akkor így megvagyunk, jó? Nem áll. Pedig az a Holinova. Az mondjuk a Championnel együtt nagyon jó lett volna. Steez. Ez megvan neki? Megvan neki, basszus. Na hát a random brawlokat ezért szeretjük. Ja, és amúgy is meg lett volna neki.
Na hát a Mithril Spellstone-nal azért elgrédiztem a dolgot szerintem. Ez lehet, hogy ezt előbb ki kellett volna rakni tempóból, és akkor be lehetett volna húzni az egészet a francba. És itt most csak megy az idő, elment megint 10 perc, és nem nyertünk. Nem szeretem az ilyet. És megint nyilván jön valami ellenfél, aki megint high roll-lal, és akkor megint jönnek a 14 éves, akik megmondják, hogy zone, te egy bohóc vagy. Egyébként a Mithril Spellstone így azért, aminek mindig elrontom a nevét, és ilyenkor gondolom azt, hogy Mirtil, de nem, jól mondtam, hogy Mithril. Ezt lehet, hogy greedy szar leszek tényleg, és megtartom. Egy droppon van, két drop, csak ugye az a baj, hogy a Shadow-t nem fogom tudni használni, mert igazából nem lesz fagyott lényem a második körre. A Shadow Flame egyébként olyan jól takarított volna az előbb, hogyha bármire rá tudom rakni. Wow. Ez egyébként meg jó. Csak kérdés, hogy ezt második körbe akarom használni. Szép. De szerintem nem, hanem ezt csak így fogjuk, megütjük, és akkor így... Jó, tehát az eye for an eye lehet. Az öt lényes szar lehet. De mondjuk legyen eye for an eye. Feltételezzük a legjobbat, és akkor megütjük az arcát, aztán majd kiderül. Mondjuk a Primal Fusion megtartottam, de és azt hittem, hogy azt üresbe ki lehet, mondjuk... Egy lényem, hogyha van arra ki lehet. Dinomancy. Ez pont sokat ér, egy Murloc-kal. Ha, jó, bring it on. Rengeteg lény van az ellenfelem kezében, úgy érzem, úgyhogy... Na, eye for an eye. Na, eye for an eye. Legalább két lényem lesz kell. Shifter Zérus. Hát csodálatos. Sose volt meg ilyen jó. Tehát az Hidden Wisdom? Mi fene? Mert ugye nem triggerelt a lény meghalásra, nem triggerelt a támadásra, ennek Hidden Wisdomnak kéne lennie amúgy. Nyilván a Holy Water-t megtartjuk valamire. Ó, ez csak így. És felgyógyítja a kis szutykot. Nem hiszed el? Tehát az Unwilling Sacrifice-t nem fogjuk elhasználni. És ugye az a gond, hogy ezt visszakapja. Azt a csodás cuccot, ugye. A csodálatos Quest Paladinnak a remek Murloc lapja lett volna. Csak valahogy a Quest Paladin nem terjedt el, nem is értem. Evelyn. Ez egyébként Holy Waterre nekem jó. Ó, és megkaptam a Kvaldir Radírt. Az igazi, a megismételtetlen, az egyszeri. Mit csinál ilyenkor? Ugye ilyenkor az van, hogy lényeket tesz ki, tehát nulla darab lény van a deckbe, tehát nem fog charge-ot kapni. Szomorú. Blast Crystal Potival. Jó. Most tényleg megér nekem ennyit amúgy? Hát... Lesz ennél nagyobb fenyegetése? Gondolom egyébként lesz, de... Wow. De mi van, hogyha most átvesszük a tempót és... Ütünk egyet, és aztán megcsináljuk. Az aspiráns az bizony meghalt. Micsoda szinergiák?
Most már csak azt kéne, hogy eltalálja. Ez a hülye. De sosem eltalálás, és mindig nem eltalálás egyébként. Azért ez elég erősen babadük. Jó, azt leszedjük a francba. Na, szerintem a Mithril's Pass azért elég jó. Tehát így kaptunk egy 21x21 nyistatot 4-esbe elosztva. 7 manáért. És közben csak a fegyveremet használgattam. Ez nagyon durván beteg lenne az alap, hogy azt a rók kapta volna. Mondd, hogy nincs Twisting Netheröd, de amúgy 7 manáért milyen Twisting Netherje lenne, ugye? Jó, lehetne... Hát, az csodálatos. Most ez lehetne egy Shadow Flame, de hát hülye vagyok? Tehát nyilván nem vagyok hülye. És akkor erre rámegyünk. Elhasználta a Queen-je, tehát valószínűleg nincs érdemi leszedése. Jó, a 10-5-öt meg tudja ölni, de szerintem semmi. Jó, lehet Siphon szója, és akkor megöli az 5-4-et is. Mondjuk egyébként, hogyha van egy Shadow Flame-je, az elég kellemetlen. Ne már! Nem mondd, hogy Flame Strike-ot. Mondjuk a szép sorban. Hát ez nem megrektálódás az adat. Még egyben. Ó, és hát Bring It On, a híres nevezetes, de hogy egyébként ugye... Shadow Madness. Nem tudom. Ugye nem kap charge-ot. Ez nagyon megérte neki szerintem amúgy. Ezt megcsináljuk? Ezt megcsináljuk szerintem. Egyet nagyon sok mindennel tud sebezni az arc. És ismét egy mentő, így nem tudom, tehát így mentőszolgálatnál lakom valójában, titokban. És ott a Healing Touch, amit ugye tudtunk, hogy van. Wow. Na hát és ugye az a baj, hogy ez most itt semmit nem ér, ez semmit nem csinál. Ezt belecsaphatjuk. Na várj, ha ezt áthúzom. De nem tudom megkapni kézbe ugye se, hogy pedig a Zola az nagyon fincsi lenne. Ugye ez kettő vagy annál kisebbeket ölmet, tehát az Zolát töri meg. Ezzel kapunk egy 6 droppot. Nézzük már meg, hogy mi az. Egy dolog miatt lehet volna jobb áthúzni egyébként a Zolát, mert akkor kapunk mellé egy 4 droppot. Ja, de hülye vagyok. De le van fagyasztva. Jó, következő körben. Jó, lehetett volna full clear-em, csak speciális vagyok. Meg egyébként, jó, mondjuk nem tudunk letált setupolni. Wow. Na Huffer, menj onnan. És ha megadja neki, akkor az szép nagy lesz. Hát meg is adja neki. Jó. Jó. Tudunk 8-at ütni, tehát le tudjuk vinni 10-be valószínűleg. 9-be a fegyverrel. De mennyi a már a Stormcrack-eddel inni? Nem hiszem el. A Renounce Darkness az most különösen hasznos. Azt hallottam, hogy ez most nagyon meta.
Tök mindegy. Valamelyikkel úgyis megöljük. Alternatív hero powerunk van mind a kettőnknek. Mivel tud? Hát mondjuk egy csomó mindennel tud ahogyezni, nem? Ja, értem. Hát akkor azt hiszem a fesztivál az megint megtörténik. És végig basszus vezetem a meccset, és így a végén jönnek a csodalapok, amikkel meg leszek alázva. És megint 20 percnél tartunk, és jön a fiesta. Jönnek a nagy megoldólapok. Igen, a nagy taunt. Blood of the Ancient van. Hülye vagy? De mi lehetett a többi, hogyha ez volt a legjobb választás? Engem már csak ez érdekelne. Drake az mondjuk kimondott a szimpatikus. Nem úgy nem nekem, de valakinek biztos. Na, végre valami. Valami test. Azért mondjuk egy diszkrét 15-ös asztalon. Taunt az biztos hal, és akkor Drake is nyilván. Akkor van egy 8-asom. Kéne valami direct damage. Ja, és hát nyilván még egy entomb, de... Madame Goya semmit nem ér. Szép. Ja, ki fogunk kapni megint? El lettek durogtatva a spellek, és így... De föl lehet adni, mert itt megint nem tudunk nyerni. Mert ugye ezt is olyankor kell adni, amikor már nincs. És nyilván megint nem a 4-1 fogja megkapni, ugye, hanem valamelyik másik természetesen. Tehát, hogy véletlenül se tudjam leszedni a Blood of the Ancient One-t. Igen, és most megint letrédel mindent. Mondjuk ugye az van, hogy legalább a trogg az itt izgul a spellekre, csak ugye a troggot fogja legelőször leütni a golyával. Vagy hát a franc tudja mivel, de vagy a Katrinával. Igen, és akkor azoknak beadja a izért. Wind Fury-t elvileg tud adni neki adabból, nem? Divine Shield-et. Mert ők megkapták a varázsgombát, mi meg itt kiszívtuk. Jó, feleslős tudom játszani. Ha kapunk egy Twisting Nether-t, akkor esetleg lehetne, de nyilván megint a fosokat kapjuk, basszus. Igen, és megint 23 percen játszunk. És megint lesz valaki, aki azt mondja, hogy nem értem, Zone, hogy ezt most miért mondod. Én jöttem, 3 perc alatt megcsináltam a Tavernbrawl-t. Látjátok, sehol sem misszeltük letált, a közelében nem voltunk, a környékén nem voltunk soha a letál misszelésnek. És megint, harmadik meccs. Már régóta megy a reveal stream, mert mindenki elveszkedik az új kártyákon, én meg itt szívok ezzel a hurkával. Nem szeretem ezt. Hát én elhiszem, hogy így itt mindenkinek nagyon könnyű megcsinálni ezeket a remek brawlokat, de... Nekem az utóbbi időben abszolút nem az. Jó, az Envenom Weapon az mondjuk ugye kimondottan hasznos rógnak. A missile-okat megtarthatjuk, és szerintem a shield blockot is. The pleasure is mine. Hát az enyém is főnök. Mert akkor gyorsan egy dropot, remélem, hogy az... A legszarabb egy dropot kaptam, amit kaphattam. Azért, mert ugye egy HP-ja van, és egészen véletlenül olyan kaszt ellen, akinek van fegyver, amivel tud egyet sevezni, ez az egyik legrosszabb, ami csak történhetett. Igen, és most... Hát, ez jó.
Nem tudom, kapok alt. Egy két drop, ami nem csinál semmit. De mondjuk legalább nem tudja leütni. Tehát, hogy ez azért vicces, mert ugye ez a két drop, ez többet csinál, mint az előbbi egy, amit csak így kaptunk. És közben megnézem az új, onnan érkezett lapokat, egészen izgalmasak. Mives... Ó, hogy mustárja van! Meg egy dancing sword-ja. Azért ez nem semmi. Mert a nagy megoldás itt is nálam van, csak... Az mondjuk jó, ez kimondotta jó, és a Whispering Woods is eléggé lesz. Főleg, hogyha ezt meg tudom nyomni, neki nincsenek ott az egy-egyei, és akkor meg tudjuk őket branching pass-elni. A Handruidot játszunk rogue-ként igazából. Tojásos megpaladin meta lesz szerintem. Egy gyors jóslat. Na jó nem, de egy izgalmas lap érkezett hozzá közben. Na, nagyon jó egyébként, hogy ezt most így kitolta, bár a papnak nem örülök. De szerintem a Blast Crystal Potit azt most így kijátszhatjuk el. Tehát másképp nem fogunk tudni nyerni, amíg az ott van. És oké, okay, egy mana hátrányban leszek, de a papot nem lehet ott adni. Mondjuk a Corruption Mist az elég jó. Ez lehet, hogy többet ér, mint bármi. Wow, és az még szinergizál is a csomóban. Jó, a sajátját nem fogja silence-elni, most mit csinál, bever nekem 8-at? 9-et. Hírópa, vagy ha fegyverét is használja, akkor 10-et. De utána megjövünk a Whispering Woods-a, és nem kellett egy mana hátrányba kerülnöm, szerintem ez bárminél jobb volt. Jó, lehetett volna még nyilván azt csinálni, hogy Envenom Weapon, és megöljük, de így, hogy a teljes bordot lehúzza. Egyetlen egy hátrányom lesz, hogy túl fogom húzni magam. Egy lappal, de tök mindegy, mert random lapok. És hetedik körbe ki tud menni egyébként a Free From Ember, és az mindennél jobb. Közben meg szépen ránk sötétedett. Mindjárt csinálok világítást, vagy nem. Nem picit fogom túlhúzni magam, hanem legalább kettővel. De ennek semmi értelme. Na jó, de valamennyi van. Jó, akkor most is fölényi? Hát igen. Igen. Dragon's Fury az nagyon-nagyon jó lett volna. Az bitang jó lett volna. Jó. És ugye kijátszott egy konszeket. Nem félünk a konszektől. Jó, lehet, hogy kellene. Lehet nála egy Blizzard, az megbüntet, lehet nála Flamestrike, az megbüntet. Lehet nála még egy konszek, az is megbüntet, de most körülbelül 100 spellből 5. Már ugye még az előbb általam csodásan elégetett Dragon's Fury is jó lehet neki. Ahogy még nincs nála, akkor ez így majdnem letáll. Jó, a 4-3-mal valószínűleg trédelni fog valamit, egyet biztos. Mert ugye a branching-el 2 tudok rajtuk erősíteni, az 3, az 6x3, az 18, meg az hányas lesz, az 6-os lesz, az 24. Majdnem letáll. De hogy az nyilván megvan, igen. Na van olyan értékes képesség, hogy ezt megéri ellopni. Rengeteg katúnyod van főnök, de csapjál már bele, légy szíves. Ó, zúrkodsz. Hol? De hogy ez miért? Aha. Kellene nekem itt félnem attól, hogy meghalok? Kilenc. Fireball van nála akkor. Akkor igen. Most szedjem le a kutyás srácot. De akkor még nem lesz ma nem a buffolások, az egésznek semmi értelme nem volt.
Jó, csináljuk meg azt, hogy ezeket így minőségileg megbuffoljuk. És szép a sorrend, tudom. De Tiny Finn-nel semmit nem értünk volna, amúgy sem, tehát az egy, az most nem számít. Na, így még tán élhetünk. Most ha ezeket megoldja, mondjuk igen, a coint egyel korábban kijátszhattam volna, és akkor a Tiny Finn is megkapja a buffokat. Ez biztos. Tehát ott, ha két damage-el off-ok leszünk a következő körben, akkor én rontottam el, de egyébként ez elvileg garantálja a letált, hogyha 5 HP fölött vagyunk. És jó sorrendben játsszuk a dolgokat. Jó, az egy-egy gyógyít rajta. Az nem gondom úgy. Tehát azt csináld meg. Jó. Egy Fireball még belefér, amúgy. Ha lenne nála Fan of Knives, ezt kijátszotta volna. Ha lenne nála Flamestrike, kijátszotta volna. Ha lenne nála Blizzard, kijátszotta volna. Ez meg lesz. Wow. Na, hogy nézünk ki? Ez 8... Ú, basszus. Hát lehet, hogy ez a két damage-en múlik. Mert hogy van? Tehát ez így 10... De az meg kell, hogy legyen, nem? Nem, az pont egy mana off. Ja, az egy manával kevesebb, mint kéne. Mert ez 9... Ja, egy damage-el kevesebben vagyunk. Jó, ezt megcsinálom. Rámegyek. És ebből még kaphatunk egy Leroyt amúgy. 5-öt sebeznem 6-ot, és nincs egy manám pluszban. Jó, ha van egy Fireball-ja, akkor kikaptunk, de akkor már az előbb kikaptunk volna. Most ha top deck-et, egy Fireball-t, arra vagyunk halottak. Vagy ha egy bármilyen random spellből szerez bármilyen random 5 maná spellből szerez egy Leroyt, egy Reckless Rocketeer-t, vagy ilyesmit. Mondjuk mit tudom, a Firelands portálból. Firelands portál fész, és akkor egy Leroyt kap belőle. Ugye, ahogy a Paveltől láttuk. És nem tudom. Az sem. Ja, az a Tiny Finn buffoláson múlott itt, lehet azt mondani, hogy skippeltem a letált. Jó, nulláért meg nem sebezetett. Végre! Végre! Hát mint egy fél óra alatt ez sikerült is letudni, úgyhogy bontsuk ki az ajándék pakkunkat, amit érti. Nagyon megint derekasan megszenvedtünk egyébként. Vicces az a brawl, csak nem túl. Érdekesebb úgy, hogy nézzétek, hogy látszott az előbb, hogy itt van több 6000 aranyam, ugye ez az amerikai szerver, tehát az amerikai szerveren is fogunk nyitni 60 pakot, életemben nem bontottam még ennyit. Az előző kiadásnál bontottam a legtöbbet, amikor 24-et, csak akkor ugye sikerült a Witchwood helyett a koboldokból venni. Nem biztos egyébként, hogy annyira rossz csere volt, na mindegy, nem sztorizunk, hanem ez lett volna most a hétre a Valera's Bag of Burgled Spells, tehát hogy Valera a varázslatokkal ellopkodott csodatáskája, vagy nem tudom, és menjünk streamet nézni, mert hogy most megy a bemutató, a végső felfedő streamben megmutatják az összes eddig hiányzó lapnak egy részét, és utána elvileg egy Facebook posztban, vagy ahogy általában szokták, így kitolják az összes többi kártyát, amit nem láthattunk, úgyhogy én megyek és nézem, tartsatok velem, ti is. Sziasztok!